A szigorú járványügyi protokoll betartása mellett zajlik a jelenléti nevelési, oktatási, gondozási munka a kazinzbarcikai bölcsödékben, óvodákban és az általános iskolákban. Az intézményekben nincs COVID-19 fertőzésben érintett személy, a kazincbarcikai egyes és kettes számú bölcsödékben a gyermekek 65%-a vesz igénybe a bölcsődei szolgáltatást. A kazincbarcikai összevont óvodákban 67%-os az óvodába járó karánya. Az angyalkert görögkatolikus óvodában a gyermekek 83%-a, az Irinyi János Református Oktatási Központ Eszterlánc óvodájában a gyermekek 36%-a ment óvodába. A Kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolában és tagiskoláiban az ansú tagozatos diákok 80%-a, a Tompa Mihály református általános iskolában pedig az alsósok 95%-a vesz részt a jelenléti oktatásban. A pedagógiai szakszolgálatban személyes jelenléttel érhető el a pszichológiai tanácsadás, a korai fejlesztés, valamint a járási szakértői bizottsági vizsgálatok a többi szolgáltatás további rendelkezésig online folytatódik. A rendszeres intézményi fertőtlenítés ellenére a vírus bármelyik intézmény falai között megjelenhet, a fertőzést bárki beviheti, ezért fontos a dolgozók, a szülők és amennyire lehet a gyerekek szabálykövető magatartása. Amennyiben gyermekükön vagy magukon légúti fertőzés tüneteit észlelik, ne menjenek közösségbe, maradjanak otthon.